Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket újra itt a műhelyben a Szombathelyi Televízió csatornáján. Mai adásunkban Gombás Endre Kultúra napi díjazottal beszélgetünk, ezt követően érkezik a stúdióba Kis Barna, a Szavária Szimfonikusok igazgatója. Összeállítást láthatnak a Herendi porcelánbál kiállításról, a Schrammel gyűjteményből, adásunkat pedig a tavaszi Kámoni Arborétumi összeállításunkkal zárjuk. A Kultúra napján a kultúra támogatásáért díjat Gombás Endre vehette át. Számos szombathelyi kulturális és sportrendezvény megálmodója, szervezője és kivitelezője. Ennek kapcsán hívtuk be a stúdióba beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Először is szeretnék gratulálni a díjhoz az egész stáb nevében. És hát ugye ez az egész Miss Pro már korábbi évekre nyúlik vissza. A megalakulásának a történetét egy kicsit el tudnád mondani? Igen. Tulajdonképpen a Miss Pro az egy fantázianép, mert a cégnek ugye azért van egy rendes bejegyzett neve. Igen, bocsánat, de... csak hogy kicsit pontosít, csak tulajdonképpen arra az alapgondolatra kérdeznék itt rá, ami inspirált téged arra, hogy összefogd a művészeket. Igen, mindig megvolt bennem fiatal koromban is ez a hajlam, már gimnazista koromban, ami azért már eléggé régen volt. Éppen nem olyan régen egy ilyen nevezetes dátumot ültünk, amit kimondani is rossz. Már akkor nagyon érdekelt, és éppen a művelődési sportházban akkor már, mint gimnázium tanuló rendszeresen bejártam. Elmondhatom, hogy a megnyitástól kezdve végig minden rezdülését figyeltem a háznak, és rendszeresen be is jártam. Kvázi olyan voltam, mint egy gyakornok, pedig nem voltam az. Aztán később, amikor már az élet másfele vitt, kereskedelemmel foglalkoztam, akkor is hobbi szinten már ezekkel a dolgokkal elég mélyen foglalkoztam, hiszen úgy emlékszem 94-ben, de 94-ben már egy zenekarnak CD-lemezt adtam ki, ami azért a 94-ben abban az időben azért nem volt gyakori dolog még. És aztán később lett ez... Így van. És ugye most ez már viszonylag könnyebb, akkor azért nem egy egyszerű dolog volt. És ebből alakult aztán ki. Később Népfeli Könyvtáros szakra felvételiztem, akkor először nem sikerült. De aztán maradtam ilyen értelemben a pályán, és most 20 éve, amikor tényleg, most nem a minőségre mondom, hanem a formára, hogy profi szinten foglalkozunk ezekkel a dolgokkal már. És hát ma is nagyon szeretem, pedig hát most már azért lenyugodhatnék. De nem, szerintem egyáltalán nem szükséges lenyugodni. És pontosan így ide is kapcsolódik kicsit a következő kérdésem, hogy a rendszerváltás előtt már azért, ahogy te is mondtad, de kiadta magát a te kulturális érdeklődésed a könnyűzenével, a fotózással. Erről az időszakról egy kicsit bővebben mesélnél? Igen, végül is a fotózás segített nagyon sokat nekem abban, hogy a kultúra az ilyen közel kerüljek. Nagyon szerettem fiatalon fotózni, amatőr fotósként értem el egészen jó eredményeket. Ilyet milyen képeket hogy... csináltál? A kultúra területét. Kultúraterületét fényképeztem, nagyon sokszor küldtek el, akkor még az akkori Vasnépá a Bűnösi Sportházba koncertekre, rendezvényekre fotózni. Mindig a nehéz feladatokat kaptam, nyilván, amit nem a saját fotósuk oldott meg, hanem külsősen megoldatták. Emlékszem koncertekre, amikor este éjjel hazaértem, 10 órakor hazaértem, és akkor még mindig az első dolgom az volt, hogy a filmet lehívom, és akarom látni, hogy mi történt, és akkor úgy feküdtem le, és akkor reggel korán kell, és már reggel 9-re be kellett vinni a kész képet, hogy akkor kész képet a szerkesztőségbe. És aztán így... ilyen fürdőben összeeszkábált sötét szobával? Hát annyi már több volt, már az egyik fürdőt átalakítottuk labornak, úgyhogy gyakorlatilag ott ténykedtem. Megismerkedtem egy fotoművésszel, aki aztán nagyon jó barátom is lett, az Emsós Györgyről van szó. Úgyhogy egy héten ő Nagyatádon élt, és volt olyan hét, hogy kétszer is leutaztam, és éjjel ott együtt dolgozgattunk. Emlékszem rá, és erre büszke is voltam akkor, nyertem egy 2 hetes osztrák ösztöndíjat.
Ausztriába, sajnos akkori szabályok miatt, utazási szabályok miatt nem tudtam ezt igénybe venni, de örültem nagyon neki. Grácot kellett fotóznom, és akkor leadni a képeket, ez lett volna a feladat. Adtak egy zsák pénzt, hogy ebből gazdálkodjak, és 2 hétig fotózzam Grácot. Hát ez igen nagy dolog abban az időben. Ugye az Éhen Gyula kör alelnöke is lettél ugye később, és a rendszerváltó eseményekben is igen aktívan részt vettél. Például itt gondolok a 1990-ben a márciusi Lenin szobor ledöntésére. Ez az időszak számodra hogy van megélményként? Hát így van, meg mindig is egy ilyen fiatalon is egy lázadozó típus voltam. Most azért már igyekszem magamat lenyugtatni, de nem mindig sikerül most sem. Most ugyan már politikával nem foglalkozom, de azért nyilván figyelemmel kísérem a helyi és az országban történő eseményeket. Hát úgy éreztem, többekkel együtt nyilván, hogy tennünk kell valamit, ha tudunk olyan helyzetbe kerülni, hogy valamit tudunk tenni azért, hogy jobbá forduljon a magyar emberek élete sorsa, akkor ez a kötelességünk, és azt hiszem, hogy ebből az indítatásból is. A család nagyon sokszor fogott vissza, hogy most már le kellene állni, hogy már baj lesz belőle. Egyébként volt is belőle nagyon sok kellemetlenségem, de hát túl vagyunk rajta, és most itt vagyunk, és élünk, és virulunk. Gondolom ez a forradalmi hevület, vagy tulajdonképpen igen, ez a tűz az, ami arra is ösztökélt, hogy ugyanúgy összefogja embereket, és őket is abban támogasd, amiben ők jók. És ezáltal egy ilyen win-win szituáció, hogy a közönség is élvezi, amit láthat, és te meg művészeket is fogsz össze. Igen. Ez a rendszerváltás után, ez hogy alakult? Ez a törekvés, ez a csoportosulás? Hát, hogy az Éhen Gyula kör az gyakorlatilag most ugye már jogilag megszűnt, de még mindig baráti társaságként működik, és nagyon sok eseményen részt veszünk, vagy ott vagyunk ma is. Ugye később aztán én is helyi politikában részt vettem, 2-szer voltam városi képviselő, 2002-2006-ig pedig a civil szféráért felelős tanácsnok is voltam. És ez az időszak meg számomra azért szép, mert egy nagyon kellemes emlék is fűződik ehhez a 4 évhez, történetesen a 2004-es belépésünk az Unióba, ahol a főtéri nagy rendezvényt azt én szerveztem. Nagyon sok kellemes emlékem fűződik ehhez. Erről szerettelek volna is kérdezni, ha egyet elmesélnél. Igen, erről. Igen. Hát akkor inkább 2. Igen, az egyik az az, hogy ugye május 1-től léptünk be az Unióba, tehát éjféltől gyakorlatilag volt ugye nyilván május 1-je. Az eszközök, mert külföldről béreltünk eszközöket. Nem volt akkor még ilyen akkora hatalmas 14 méteres színpadfedés itt a környéken, és Ausztriából béreltük, ezt a Vidafári barátommal közösen intéztük. És ugye a vállalkozó behozta a színpadot, és kiderült, hogy csak felét hozta be, másik felét nem tudta, és ugye éjfél után meg már ugye más szabályok vonatkoztak, és ugye kicsit kellemetlen, és nagyon izgultunk, de hát aztán megérkezett a színpad, és fölfélt rá a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar és a Veszprémi Város 70 tagú vegyes kórusa, meg még 3 énekes is. Ugye ezt úgy sikerült abszolválnunk. De amikor az én ötletemre azt szerettük volna műsorként, hogy a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, ami a városnak is a zenekar volt, akkor még megye és városi közös intézmény volt, fellépjen és ugye játsszál a Beethoven szimfóniának ugye az utolsó záratételét, ami az Unió himnusza. Az örömódát. Igen, igen, és akkor kértem az igazgató urat, hogy hát beszéljünk erről. Bejött a városházára, és akkor mondja nekem, hogy a tanácsnok úr baj van. Mondom, már milyen baj van? Hát azt mondja, mi le vagyunk szerződve Sopron városába, május 1-jére. És akkor mondom neki, hogy hát igazgató úr, ebből lehet, hogy baj lesz, már ugye most februárt írunk, február volt, és hát mondom, most tárgyaljuk a költségvetési támogatását az zenekarnak, hát itt 40 millió forintot kéne megszavazni a képviselőtestületnek, mondom, ez nem tudom, hogy fog menni, hogy én bejelentem, hogy önök Sopronba fognak fellépni. És akkor nagyon megijedt igazgató úr, elment, tanácsok, kérek pár napot, és jelentkezem, és másnap kopognak az ajtón, akkor már nem egyedül jött az igazgató úr, hanem Pál Tamás Karnagyot is hozta magába, és feltartott kezekkel, hogy tanácsnok, megadom magam, elintéztük, hogy akkor fel tud lépni a zenekar.
És az úgy megmaradt mindig, ez az anekdóta, már aztán a polgármester úr, Ajkovics György volt akkor a polgármester, úgy sok helyen idéztük ezt a történetet. És hát napjainkban is. Már egy kis aranyos volt. És gondolom hasonló történetek napjainkban is történhetnek, ha nem is ennyire nagy volumenűek, de hogy ugye a városban számos eseményen fellép a Miss Pro által delegált csapat. Most hol lehet velük találkozni? Igen, nem is annyira csak a városban, hanem mi azért igyekszünk járni az országot. Uh-huh. Cserháti Máté Péter műsorral több mint 20 városban voltunk, és amire nagyon büszke vagyok, hogy mindjárt az elején sikerült a Művészetek Palotájába is fellépni ezzel a műsorral, és ebben szombathelyek is részt vesznek. Akkoriban a szombathelyi táncosok is, most már ugye a szombathelyi énekesek is, meg a szombathelyi kötődésűek a nagy magyar sztárok mellett. Azóta aztán több ilyen saját műsort raktunk össze, vagy raktam össze. Volt egy ilyen, hogy Legendák volt a címe, volt ilyen, hogy Halhatatlanok, és most a legújabb, azt hiszem talán most nyilvánosan most tárulna már először, már készülünk, már készül a zenekar, gyakorol. Balázs Fecó emlékműsort csinálunk, és egy picit rágondolva Fecóra, mert jól barátok voltunk, jól ismertük egymást. Szerettem volna mindenképpen ezt összerakni, és most arra sikerült. Most már több koncertünk úgy tűnik, hogy le van kötve, és ennek nagyon örülök, mert amúgy is nagyon a zenét is nagyon szeretem én magam is, meg az embert is nagyon tiszteltem. És örülök neki, hogy ezt most össze tudtuk rakni, ebbe is szombathelyi zenészek vannak, meg szombathelyi énekesek, meg van egy-két ismert sztár is. Esetleg valami részletet még, persze ez önmagában is nagyon nagy újság, hogy itt hallhatunk róla először, hogy körülbelül mikor lehet majd ez az emlékest? Hát ugye a kiajánlatban én azt írtam, akinek elküldtem, hogy március közepétől leszünk kész, de úgy tűnik, hogy azért nem leszünk arra kész, de áprilisban már le van kötve egy koncert. Talán mondhatom is, hogy április 23-án Táplán-Szentkereszten fogunk debütálni. A nagy, hát ők sportcsónak mondják, de az egy nagyon szép rendezvénycsarnok, uh-huh. Ott lesz először a műsor, és aztán több kisebb városba is fogunk menni. Négy van ebben a pillanatban, ami már úgy tűnik, hogy biztos, éppen tegnap is jött egy megkeresés. És hát szeretnénk majd Szombathelyen is, uh-huh. Ezzel nem kapkodok, mert végig kell gondolni, hogy ennek mi az igazi terem, mert azért ezek a műsorok egy kicsit, legalábbis én így gondolom, hogy egy kicsit emelkedettebb hangulatú műsorok, és olyan helyszínt is kíván, tehát inkább színháztermeket, vagy nagyon szép művelési központokat. A továbbiakban még milyen megjelenései várhatóak a Miss Pro-nak? Hát ugye most ilyen műsor most ez van, de uh-huh. Ugye vannak kisebb műsorok, amikor jönnek igények, hogy most egy nőnapra kell egy kicsi műsor, akkor ilyen 2-3 személyes. Most azt gondolom, hogy a tőlünk megszokottól ezek ilyen kisebb léptékű dolgok, de mindig ezek is sikeresek. És ebben is többnyire szombathelyi kötődésű fellépők, énekesek, zenészek vannak, meg azért nyilván egy-két olyan ismert sztár, azért mégiscsak szombathelyi kötődésű is egy picit. Lehet, hogy egy picit általunk, vagy általam is. Uh-huh. Hogyan találod meg te a fellépőket, illetve fordítva, hogyan találnak meg a fellépők téged? Hát én tudatosan keresem, figyelem, ugye a piacot nyilván, és most már azt kell mondanom, hogy ők is keresnek engem, és szívesen jönnek. Egy nagyon jó példa, 22 éve történt, Keresztesi Ildikóval való barátságunk ott kezdődött. Ugye volt egyetlen ismert dal akkor még, és meghívtam az akkor induló Isis Dance Open táncversenyt, amit szintén az én agyamból pattant ki, hogy egy ilyet mi is csináljunk a Szalária mellett. És ugye őt hívtuk meg, és ugye Sopronba játszott akkor éppen, és Peugeot volt talán szabad mondani, most már régen volt, 22 éve volt a támogatónk is, és az ő sofőrjük elment érte, visszavitte, mert aznap volt egy előadása, aztán szegény Ildikó lebukott, mert a Szilágyi Tibor volt ugye művészeti igazgató, és megtudta, hogy közben elment az egyik felvonás, illetve az első felvonás nem volt szerepe, csak a következőben. Uh-huh. Visszaért ugyan, de ugye aztán mondták neki, hogy ilyet többet azért lehet ne csináljon, és azóta vagyunk vele például jó barátságban. Örültem neki, és büszke voltam rá, amikor félrehez ment, ugye azóta elvált Ildi.
2006-ban akkor ott voltunk az esküvő lakodalomban is, és úgy mutatott be engem, ott volt a szakma krémje, tehát mindenki, aki ismert fellépő, az Omegától kezdve az Edda, a Demié Rózsi, a Sebestyén Márta, mindenki, úgy mutatott be, mint a dunántúli menedzsere az Ildi, és gyakorlatilag ilyen, hát kicsit ilyen véletlenek is, de nyilván tudatosan keresem. Nagyon érdekes például, hogyha talán nem mondhatom még, ha van idő rá, a Danics Dórával való megismerésünk, megismerkedésünk. Hát éppen a sportházban egy táncversenyre készültünk, amikor a parkolóba megszólította egy hölgy, egy szombathelyi ismert vállalkozó, aki ott dolgoztak, és akkor mondja nekem, hogy Endre, nézed az X-faktort. Na mondom, most kezdtem nézni, amikor a tévben van, akkor már nézem azért. És akkor azt mondja, hát szurkolja Danics Dórának. Mondom, azt fog nyerni, így rávágtam. Már mondom, miért érdekes? Azt mondja, bemutatom az édesapját. És akkor az ő párja volt a Dóra édesapja, és bemutatta ott nekem. És akkor ugye jött a szilveszteri műsor, ez úgy ugye novemberben volt ez. Jött a szilveszteri műsor, amit én csináltam a főtéren, akkor a műsort is én vittem, nem csak a hangosítást és a fénytechnikát. És ugye véletlenül elszóltam magam a megbízóknak, a sportház vezetőinek, hogy hát a Danics Dóra édesapjával így megismerkedtem. Hú, milyen jó lenne, hogyha a Dóra jöhetne. Aztán ugye kerestem akkor az illetékes tévé csatornát, és hát közölték, hogy hát egyre nem lehet erről beszélni, mert majd csak akkor, amikor vége lesz a versenynek. És akkor hívtam Ildikót, a keresztes, mondta, segítsen nekem, mert te mégis voltál ott mentor, hogy talán tudsz segíteni. És mondta, hogy nem, de nem tudok, mert ameddig ennek nincs vége, addig esély nincs rá, hogy kiadják. És ugye vasárnap volt a döntő, Dóra megnyerte, és kedden csörgött a telefonom, hogy áll-e még az ajánlat. És így ismerkedtünk meg, és ez 2013 szilveszterén volt. Én merem állítani, mert fényképek ezt igazolják, hogy se előtte, se utána annyi ember nem volt a főtéren, mint akkor. Hát igazából is ebben a történetben az is szép, hogy ebben nem csak szakmaiság van, hanem az emberi oldala is nagyon jól látszik. Hát meg ugye a támogatás oldala is egy picit. Igen, erre Igen, mert azért ezt el kell mondani, az anyagi része már nem volt arra már ugye fedezett, mert már közben összeraktuk a műsort, a pénz elfogyott, és megoldottam azért. Hát akkor nagyon gratulálok ehhez is, és még egyszer nagyon gratulálok a díjhoz is így lezárásként, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, meg így utólag, illetve a tévénket is nagyon köszönöm, hogy gondoltak rám, mert ez vállalkozónál ritkán fordul elő, mert intézmények vezetői azért rendszeresen reflektorfényben vannak, de azt, hogy egy vállalkozónak a munkájára is figyelnek, azért az nem gyakori. Úgyhogy köszönöm szépen, és jól esett nagyon. Köszönjük szépen mi is. Köszönöm. Porcelánbál címmel nagyszabású herendi kiállítás nyílt a Schrammel gyűjteményben. A Herendi Porcelán Manufaktúra és a Szavária Múzeum közös tárlata május végéig tekinthető meg. A jó értelemben maszkot fel! Idén nem csak Velencében lesz végre karnevál, hanem a Schrammel gyűjteményben is. Schrammel Imre Kossuth díjas keramikus művész munkássága ezer szállal kötődik Szombathelyhez és Herendhez is. Ennek apropóján különleges kiállítás nyílt a Schrammel gyűjteményben. A farsangi időszakhoz kapcsolódóan válogattak az alkotó porcelán figuráiból. A megnyitón Csapláros Andrea elmondta, az itt látható műremekeket Schrammel Imre feleségének velencei útja inspirálta. A karneválon látott ötleteket dolgozták tovább a herendi porcelángyárban. Horváth Csoma alpolgármester megnyitó beszédében elmondta, a herendi porcelán, melyet a világ minden pontján szeretnek, világot átívelő érték. Büszke rá, hogy a herendi porcelán és Schrammel Imre neve összefonódik. A herendi gyárban 93-tól 2006-ig, mint művészeti tanácsadó dolgozott, hivatalosan 96-tól 2006-ig, és az volt a feladata, hogy egy innovatív figuracsoportot, vagy tárcsoportot alkosson a gyárban. Na most ugye a tradíció és az innováció az megtalálható ma is Herenden, és úgy gondoltuk, hogy akkor a karneváli időszakban Schrammel Imrének a karneváli figuráit hozzuk el. A Schrammel gyűjtemény állandó kiállításában nincsenek egyméteres vagy annál magasabb alkotások. A monokrom, ezüst vagy platina figurák Schrammel mintáit újra gondolva is ábrázolják. Arról van szó, hogy egy olyan figuracsoportot állított össze Schrammel Imre, amely bármely
variációját, tehát itt a Pestis doktor, a karnevál hercegnője, a bohócok, a zsonglőrök, tehát ez egy kicsit cirkuszi és színpadi világ, inkább így mondanám. Minden összeállítása más kontextust jelent. Ezen kívül nem csak maga a figura érdekes, hanem a rajta lévő motívum is nagyon lényeges, hogy mit mivel párosít össze, milyen tradicionális mintát, milyen újszerűvel, és magán az egész figurán ez hogy jelenik meg. A herendi porcelán világhírű, múltja több mint 200 évre nyúlik vissza. A kaolin, a földpát és a kvarc házasságából született meg az európai porcelán, és 1826-ban a herendi porcelán manufaktúra. Először is kellettek a világkiállítási sikerek, és ezek közül talán az egyik legismertebb, az az 1851-es londoni világkiállítás, amikor is az egyik herendi minta olyannyira megtetszett Viktória királynőnek, hogy egy egész készletet rendelt számára. És mind a mai napig az ő tiszteletére ezt a mintát Viktória mintának nevezzük, és természetes, hogy amikor egy manufaktúra átfogó történelmét bemutató kiállítást szervezünk, például itt Szombathelyen, akkor a Viktória mintánkat is örömmel hozzuk. A kiállítás másik részében egy étkészlet tekinthető meg. Nem csak a Viktória minta, de a Royal Garden minta is megjelenik, mely egy olyan szetten tűnt fel, amit Magyarország adományozott Vilmos herceg és Katalin hercegné eljegyzésére hivatalos NASA ajándékként. A minták fejlődése, változása látható az itt kiállított darabokon. A tárlat május végéig látogatható. Nem csak a természet, a szimfonikusok is elindítják tavaszi sorozatukat február 18-án. Valamint ebben az évben ünnepli az a határozat 60. születésnapját, amely a szombathelyi muzsikusokat egy platformra tereli. Erről és még sok másról fogok ma beszélgetni Kis Barnával, a Szavária Szimfonikusok igazgatójával. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Kezdésként akkor mindjárt lapozzunk is vissza azonnal 60 évet, akár gondolatban és akár rendesen materiálisan is. Hogyan alakult meg, vagy mi volt ez a határozat pontosan, ami alapján ez elindult? Egy kicsit pontosítsd ezt, kérlek. 1962. február 15-én a Városi Tanács hozott egy olyan határozatot, ami egyesített két akkor működő szimfonikus együttest Szombathelyen. Volt a Város Szimfonikus Zenekara, amit akkor Schmidt Mihály vezetett, és volt az Ifjúsági Ház Kis Szimfonikus Zenekara, amit pedig Petró János vezetett. Furcsa átfedések voltak, hiszen mindkét együttesben játszottak zeneiskolai tanárok, mindkét együttesben játszottak zeneiskolai növendékek, ám egyik együttes sem volt úgymond olyan létszámmal ellátva, ami lehetővé tette volna, hogy valódi szimfonikus művek eljátszását, és hát akkor született az döntés. Ennek megvolt egyébként az előzménye, és nagyon fontos kiemelni ebből határozottan Petró János személyét, aki 59 őszén érkezett Szombathelyre, mint a zeneiskola frissen kinevezett tanára, és ő abban a pillanatban úgy gondolta, hogy itt valamit tenni kéne, mert egy elég ambiciózus szemlélettel megáldott művészember, és ő fogta és elkezdett foglalkozni először a fiatalokkal. Meggyőzte őket arról, hogy a szimfonikus muzsikálás milyen nagyszerű, és ez a meggyőzés az oda vezetett, hogy már a 60-as évek elején, 60-61-ben egyre több és egyre minőségibb koncertet tudtak eljátszani. Ezek a tényleg mai szemmel nézve azért hihetetlen zeneiskolai gyerekek játszottak szimfonikus projekteket. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy abszolút példaértékű dolog volt, de valamiért ez elkezdett működni, és 62-ben, 61-ben új zeneiskola igazgatója, dr. Borhi Otto, aki azáltal, hogy látta, hogy a zeneiskolás növendékek játszanak két helyen, látta, hogy a zeneiskolás tanárok játszanak két helyen, felmérte annak lehetőség, azt, hogy ez így nem jó. Gondolom, ebben megvolt azért Petró János ambíciójának és határozottságának és szándékának is a nyoma, és aztán elérkezett ez a pont, hogy 62-ben kimondták. 60 fővel alakult meg az együttes, ami a mai viszonylatban is egy határozott szimfonikus zenekari karaktert mutat. 40 vonós, ami jelenleg a mi szimfonikus zenekarunkban is 48-an vannak, vagy 45-en. A favós és a részfós együttes is komplett állománnyal rendelkezik, és volt még egy ütőse is. Tehát én azt gondolom, hogyha ezt a szép kiadványt, ami itt éppen a kezedben látható... Mutassuk is meg közben a nézőknek. Ez 2012-ben a
az 50. évfordulóra készült, Mérei Tamás igazgatóság alatt, és akkor összegyűlt egy halom információ adat arról, hogy Szombathely zene élete hogyan alakult 62-ig, majd 62 után már a szimfonikus zenekar miként határozta meg Szombathely zene életét. Ez a könyv, ez 2012-ig összegzi az eseményeket. Úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, a szimfonikus zenekarnál találhatónak ilyen kiadványok. Igazából akkor nem kereskedelmi célra készültek, úgyhogy még van belőle, és tudunk adni az érdeklődőknek. Ami érdekes dolog, hogy hihetetlen, hogy egyetlen egy ember milyen kovásza tud lenni egy fejlődésnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt Petró Jánost azt nem véletlenül jegyzik, azt hiszem, hogy Szombathely kulturális történetében aranybetűkkel abban a bizonyos könyvben. Hát ez szinte teljesen biztos, hogy így van, és ez tényleg valóban nem csak a könyv, hanem a számtalan csodálatos koncert is mutatja. Még egy picit térjünk vissza a február 18-ai koncert előtt a történetére. Ugye a zenekar 87-ben miniszteri elismerést kap, 1990-ben a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar kiemelkedő művészeti munkáját Bartók Béla pásztori díjjal jutalmazzák, de tulajdonképpen egy negyed órán keresztül sorolhatnám még, hogyha ki lehetne emelni egy olyat, ami szerinted nagyon kardinális és nagyon meghatározó ezen az ünnepnapon, akkor ez melyik lenne? Nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy a Szavária Szimfonikus Zenekar esetében a kötődésünk a kortárs magyar zenéhez. Az, ami az említett díjakat is eredményezte, hiszen Petró János a 70-es évektől kezdve, amikor már az együttes aztán elérte a hivatásos rangot is 74-ben, július 1-ével. Akkoriban nagyon komoly kapcsolatokat ápolt a kor aktuális magyar szerzőivel, és több mint 100 magyar kortárs darab bemutatója fűződik a zenekar nevéhez. Azt hiszem, ez egy olyan szám, amit a többi együttes is úgy irítséggel figyelhet. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt számunkra a 70-es, 80-as években az emblémánk, hogy a magyar kortárs zenének miként vagyunk tolmácsolói. Aztán később természetesen mellett volt egy halom dolog, ami még fontos. Itt Szombathelyen ugye vegyük az Ízeumot, vegyük aztán később a különböző hangversenyeinket. De hogy nem is csak magyarországi szinten, hanem az együttes nemzetközi szinten is nagyon kiemelkedő. És ezt például az is nagyon jól példázza, amit most meg is mutatunk majd a nézőknek, de neked is megmutatom, bár biztosan tisztában vagy vele, amikor a John Cage üzenetét. Ez hogyan került hozzátok, ez az üzenet? Ugye 1976-ban talán akkor zajlott az első Bartók Fesztivál. Akkoriban ugye ez a kortárs zenének egy fóruma volt, Budapestről jött át Szombathelyre, valamiért a szombathelyi levegő az jobban kedvezett az akkori kortárs művészeteknek, a zene szempontjából mindenképp. Ez egy, lehet ilyen időzőjelben lázadónak mondott zenei társaság volt, akik az új utakat keresték, és ennek a fesztiválnak, ennek a kezdeményezésnek a folyamánya lett az a 80-as években, hogy egy nagyon megbecsült nemzetközi hírű Bartók Fesztivál működött Szombathelyen, ahova a legnevesebb külföldi előadók is elérkeztek, és John Cage-el ekkor kerültünk kapcsolatba. Ugye John Cage-ről tudni kell, hogy nem csak zenét írt, hanem csendet is, mert a 4 perc 13 című műve az ugye arról szól, hogy egy darab hang nem hangzik el a zenekar részéről, vagy a zenész előadók részéről, hanem csak a környező zajokat kell befogadni muzsikaként. Érdekes történet, picit számomra túl alternatív, mint zenésznek, de ugyanakkor jelzi az utakat. És ő volt az, aki ezt az említett írt egy verset, vagy legalábbis egy feljegyzést, amiben középen kialakult Szavária Szimfonikus Zenekar angolul. Igen, így igaz, és szerintem az nagyon szuper, hogy a szimfonikusok mindig nyitott új utak keresésére. És akkor most kerüljünk is át egy picit február 18-ára, hogy mi várható akkor, elindítja a tavaszi évadát a szimfonikusok, ugye? Igen, és keressük az új utakat. Tehát ez a koncert klasszikus darabokból építkezik, de azért ebben lesz bőven olyan szín, ami nem kifejezetten a klasszikus szimfonikus zenéhez kapcsolható. Hiszen Copland műve a Salón Mexicó, az arról szól, hogy Copland ugye amerikai szerzőként rengeteg jazzes elemet alkalmaz, és ez a mű tele lesz valóban nem klasszikus inspirációkkal, hanem főleg a jazz által meghatározott ritmusképletekkel, hangzatokkal.
Ravel, aki a következő két darabját alkotta, ő pontosan megérezte azt impresszor szerzőként, hogy az akkori keretek, az akkori klasszikus keretek nem megfelelőek arra, hogy mindent ki lehessen fejezni, és ő is elindult egy útkereséssel, színekkel, ritmusokkal. A zongora versenye az egészen fantasztikus dolog, ajánlom mindenki figyelme, különösen a második tétet, ahol szerintem a világ egyik legnagyobb angol kürtszólója található, meg annak ellenére zongora versenyről beszélünk. Nagyon fontos. Az oboisták imádják ezt a tételt, mert tényleg az ő mennybe menetelük. A szünet utáni első szám az a spanyol rapszódia lesz, ahol a Ravel a spanyol ritmusokat jeleníti meg fantasztikus hangszerési technikával, és a koncertet egy olyan mű zárja, ami viszont világosan mutatja azt, hogy hogyan lehet kombinálni a klasszikus zenét a jazzzel. Csajkovszki diótörő szvítjét azt hiszem mindenki ismeri karácsonyról, vagy hát talán máshonnan is, de főként onnét, és Duke Ellington nevét sem kell, azt hiszem nagyon sokszor elmondani, hogy egyből tudja mindenki, kiről beszélünk. Na most Duke Ellington csinált a Csajkovszki diótörő szvítjéből egy jazzes átiratot. És ez lesz a koncert zárószáma, úgyhogy, ahogy mondtam, az új utak keresésének jegyében megpróbálunk olyan kombókat felmutatni a közönségnek, ami megnyitja a fülüket másfelé is. Ez tényleg izgalmasan hangzik, hát akkor én nagyon sok hallgatót kívánok február 18-ára, boldog szülinapot a szimfonikusoknak, és további minden jót. Köszönjük szépen. A továbbiakban Boros Zsanett operatőr kolléganőnk és a műhely stábjának összeállítását láthatják a tavaszi kálmoni arborétumról. Önök a műhelyt látták a Szombathelyi Televízió csatornáján. Tartsanak velünk a hét többi napján is, kövessenek minket az interneten, és hogyha tetszett, osszák meg az adást ismerőseikkel is. Én kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!